Mennyire vagy boldog a párkapcsolatodban? 12. rész. Bele szeretném leírni az életem. Hogyan kopogtas? Az EFT segít eltüntetni a negatív érzelmeket, csökkenteni az érzelmi, mentális és fizikai stresszt, és pozitív célokat elérni. Próbáld ki! Addig kopogtasd két ujjaddal a következő ábrákon látható pontokat az arcodon és a testeden, amíg elismétled a szöveget, amit közben hallasz. A kopogtatás előtt határozd meg a 0 és 10 közötti skálán, mennyire szeretnéd a mostani pároddal leélni az életed. 0, amikor egyáltalán nem, 10, amikor ez minden vágyad. Ha megvan ez a szám, akkor kezdhetjük is a kopogtatást. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy nem vagyok biztos benne, hogy vele szeretném leélni az életem, mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy néha elbizonytalanodom, hogy jól választottam-e, mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy gyakran támadnak kétségeim, mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. Szemöldök. Nem mindig vagyok biztos benne, hogy jól választottam. Szem mellett. Túl gyakran vannak kételjeim. Szem alatt. Nem minden tulajdonsága tetszik. Orr alatt. És ilyenkor elgondolkodom. Áll. Hogy vele szeretnék-e maradni. Kulcscsont. Vagy más mellett boldogabb lennék-e. Kar alatt. Vajon a nézeteltéréseink még beleférnek egy pár kapcsolatba? Fej. Vagy másikat kéne találnom? Szemöldök. Nem mindig vagyok biztos kettőnkben. Szem mellett. Sokszor kételkedem magamban, és benne is. Szem alatt. Lehet, hogy ez a legjobb párkapcsolat, ami nekem jár? Orr alatt. Vagy lehetne ennél jobb egy másik? Áll. Vagy lehetne ez a kapcsolat jobb, mint amilyen most? Kulcscsont. Hogyan tudnék ezen változtatni? Kar alatt. Hogyan tudnám elengedni a kétségeim? Fej. Hogyan lehetnék biztos ebben a párkapcsolatban? Vigy egy mély lélegzetet, és folytasd a kopogtatást. Szemöldök. Mi lenne, ha biztosabb lennék ebben a párkapcsolatban? Szem mellett. Mi lenne, ha jobban tudnám, hogy ki vagyok ebben a párkapcsolatban? Szem alatt. Mi lenne, ha jobban tudnám, hogy kik vagyunk mi együtt? Orr alatt. Mi lenne, ha tisztán látnék ebben a kérdésben? Áll. Mi lenne, ha boldogabb lehetnék már most is? Kulcscsont. Mi lenne, ha több boldogságot engednék meg magamnak? Kar alatt. Mi lenne, ha a kételjeim helyett jobban bíznék a kapcsolatunkban? Fej. Mi lenne, ha jobban örülnék annak, ami van kettőnk között. Szemöldök. Mi lenne, ha elengedném azokat a feszültségeket, szem mellett, amik most még kételyeket ébresztenek bennem. Szem alatt. Mi lenne, ha egyszerűen csak boldogabb lennék. Orr alatt. Mi lenne, ha őt is egyre boldogabbá tudnám tenni. Áll. Mi lenne, ha többet tennék azért, hogy ez a kapcsolat jól működjön. Kulcscsont. Mi lenne, ha mindketten jól éreznénk magunkat ebben a kapcsolatban? Kar alatt. Mi lenne, ha egyre közelebb kerülnénk egymáshoz? Fej. Mi lenne, ha már most is tökéletesen boldog lehetnék a kapcsolatunkban? Végy 3 mély lélegzetet. Határozd meg megint, mennyire szeretnéd most, a mostani pároddal leélni az életed, a 0 és 10 közötti skálán. Ha szükséges, azaz ez az érték még nem 10-es, kezd előről a kopogtatást.